Malacka! Tudom, hogy ide van vagy. Nyisd nekem ajtót. Háj, Tohonya! Medve apa azt mondta, hogy valami rosszban sántikálsz. Neked aztán nem nyitom ki az ajtót. Ha nem nyitod ki az ajtót, nem látod viszont a barátodat, a mókuskát. A Kalamajka Bábszínház szórakoztatta a gyerekeket augusztus 20-án délelőtt a Sósói Múzeum faluban, míg a Kismalac és a Farkasok, avagy Forró vizet a kopaszra című bábjátékkelt életre a színpadon, addig a Barabási iskolaudvaron egy Hoffer traktor. A traktorhoz kapcsolt, 1900-as évek elején készült magyar cséplőgép annó sokat segített a gazdáknak a betakarítás után. Az évek során az eszköz elhasználódott, közel egy évig tartott a felújítása, 3 éve azonban újra működőképes. A régi technológiának köszönhetően viszont számos munkás kéz is kell a gép mellé. Nagyon szépen dolgozik, igazából minden tökéletesen megpróbáltunk megmozgatni rajta, amit lehetett. Ennek a munka végzése úgy működik, hogy fentről van a kéve, ugye onnan lesz átadogolva fel a kévevágónak, úgy mondják, hogy kévevágó, fel az etető, aki eteti maga a gépet, és akkor onnan a többiek vannak itt a szalma résznél, vannak a rudas húzó, van a rudas hordók, vannak a törek hordó és a pejva hordók vannak, nyilvánvaló hátul a zsákosok vannak, és akkor ezek így történtek. Ez egy jó, sokkal könnyebb munka volt, de viszont ez sem volt egy nagyon könnyű munka. Azért napjában 16 órát dolgozni ezzel a géppel nem egy egyszerű volt. Mi megpróbáljuk feleveríteni a dolgokat, a hagyományokat, próbáljuk ápolni, és akkor próbáljuk továbbvinni a fiataloknak. Elég sok fiatal csatlakozott hozzánk. A látogatók megtapasztalhatták, hogy a falusi ember életében rend volt, mindennek megvolt a pontos menete és ideje. A legnagyobb mezőgazdasági munkát az aratással, az aratást lezárva megünnepelték. Ez egy nagyon fontos dolog volt, mert hogyha volt megfelelő mennyiségű búza, akkor a mindennapi kenyér is az asztalra került. Augusztus 20-a nem csak a magyar nemzet számára fontos ünnep, a Sóstói Múzeum falu éves programjában is kiemelt helye van. Ez ugyanis egy remek lehetőség arra, hogy a skanzen küldetését beteljesítse, miszerint a régi hagyományokat szeretnék rendszeresen feleleveníteni, életben tartani és a fiatalabb generációnak is megmutatni. Örülünk, hogyha egy picit azokat a bizonyos gyökereket még közelebben meg tudjuk nekik mutatni, éppen ezért nyitottak a portáink, éppen ezért indult a malom, és mutatom meg olyan hagyományos technikákat, amik által esetleg nem csak ez lesz népszerű, hanem hétköznap is várhatjuk majd ezt a szeretettel. Augusztus 20-a a múzeum faluban elsősorban az új kenyér ünnepét jelenti, és a hagyományoknak megfelelően idén is meghirdették a versenyt, melynek során keresték a gazdasszony vagy a gazda legszebb, legfinomabb kovászos kenyerét. A zsűrinek azonban idén sem volt egyszerű a dolga. Külsőt azt szerintem mindenképpen nézni kell, hogy mennyire esztétikus a kenyér, mennyire hozza ezt a házi jellegét, hogyan van díszítve, mert ugye az sem egy. Nekem nagyon fontos az ízvilág. Enikő, te mit teszel hozzá? Én még a bejezetet teszem hozzá, hogy mennyire szép, mennyire érett, mennyire megkelt a kenyér. És mennyire van átsülve, az is fontos. Természetesen mennyire van átsülve. Tehát fel van dobva számunkra a lecke, hiszen 8 különböző kenyér érkezett, és egyik sem viszonyítható, egyik íz sem a másikhoz. De igyekszünk jó döntést hozni. A hosszas zsűrizés után napközben az is kiderült, ki készítette a legjobb kenyeret. A zsűri döntése alapján Lackó Józsefné Vajdácska településről hozott nekünk, így van, egy kovászos kenyeret. Vajdácska egy borsodi település táncairól is, nagyon híres, csodálatos viseletéről is, nagyon híres település, de most már azt is tudjuk, hogy a kovászos kenyér is bizony otthon van.